Fehérbornak, rozénak új termék az Öblös üveggyárból. Főleg belföldiek nőtt a turista forgalom Orosházán. A Felsőházban, Veszprémben indítja a rájátszást az UFKSE. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Nézzük is legfontosabb híreinket. Új termékkel lép piacra az Öblös üveggyár. Különleges, belső mintázatú boros üvegeket gyártanak, melynek segítségével a magyar borászok még egyedibbé és értekesebbé tehetik boraik megjelenését. A fehér és rozéborok számára készített palackok tömeges gyártása áprilisban kezdődik. A januári országos szőlészeti és borászati konferencián mutatták be először azokat a belső mintázatú palackokat, amiket az orosházi Öblös üveggyárban készítenek. Az egyedülálló eljárást néhány évvel ezelőtt az orosházi üveggyárat is tulajdonló OI vállalatcsoport fejlesztette ki és szabadalmaztatta Amerikában. Az üvegek valóban egyediek, hiszen az eljárás során nem készül két teljesen egyforma palack, ami Európában is újdonságnak számít. A cég engedélyezte, hogy Orosházán is meginduljon a gyártás, az itteni mérnökök hónapokon keresztül dolgoztak a pontos kialakításon. A belső mintázat lényege az, hogy ezek a minták a palack belső felületén találhatók, a külső felülete majdnem sima, majdnem tökéletesen sima, így lehetővé teszi a címkézést. A palackoknak igen kedvező volt a visszhangja, a decemberi néhány száz darabos mintamennyiség gyorsan elfogyott, ezért február közepén újabb, több ezer mintát készített az üveggyár. Ezeket kiküldik a borászatoknak, hogy próbatöltéseket végezzenek a palackokba. Elsősorban fehérborokhoz, illetve rozéborokhoz fogjuk kínálni, és hát reményeink szerint az idei szezonban már lesznek olyan borászatok, akik ezt használni fogják. A céghez már több megrendelés is érkezett, de újabbakat is várnak, elsősorban belföldről. A tervek szerint áprilisban kezdik meg a belső mintázatú palackok tömeggyártását, még idén több százezer boros üveg készülhet el Orosházán. Mintegy 24 ezer turista járt Orosházán 2014-ben. Több volt a hazai látogató, mint a külföldi. Nagyobb volt a turisztikai forgalom tavaly. A kereskedelmi szálláshelyek vendégészakáinak száma 60 ezerre nőtt. Az élményfürdő születésnapi rendezvénye, Sörvisli Fesztivál, TDM partik. Csak néhány rendezvény azok közül, melyek nyáron az orosháziak mellett a turistákat is a városba csalogatták. Esős volt a tavalyi nyár, mégis sok turista érkezett Orosházára. Városunk szállodáiban, panzióiban és kempingjeiben több vendég szállt meg, mint a 2013-as szezonban. Mint kiderült, nem csak a vendégszám növekedett, emelkedett az idegenforgalmi adó bevétele is 23%-kal. Örömünkre Orosháza gyopáros fürdő jól teljesített, hisz mintegy 24 ezer vendéget fogadtak a kereskedelmi szálláshelyek, és ez 7,2%-os emelkedést mutat. Egyébként az országos átlag is pont ennyi. A Városmarketing iroda tavaly kiadványokkal, rádiós és televíziós megjelenésekkel is népszerűsítette Orosházát és gyopáros fürdőt. Nem csak hazánkban, hanem külföldön is. A Városmarketing iroda elindult Szerbia, Románia felé különböző hirdetésekkel, kampányokkal, study tour szervezéssel, és hát úgy tűnik, hogy ennek azért lett már tavaly éppen is eredménye, és hát reméljük, hogy a továbbiak is így lesznek. Dedák Angéla azt is elmondta, egyre több intézmény és szervezet keresi fel őket azzal, hogy egy-egy rendezvény lebonyolításában kérjenek segítséget. Ilyen volt az ifjúsági és junior erőemelő világbajnokság is. De az orosházi adventi program szervezésében is részt vettek, újdonságuk volt például az adventi faházikó. Az országos számokat tekintve tavaly egyébként 4,5 millió külföldi vendég, több mint 12 millió vendégészakát töltött el hazánkban. A közel 5 millió belföldi vendég 11 millió 896 ezer vendégészakát töltött a szálláshelyeken. Ötödikként zárva az alapszakaszt a Felsőházban folytatja az Orosházi FKSE Linemár. NB1-es férfi kézilabda csapatunk február 27-én pénteken este Veszprémben kezdi meg a rájátszás küzdelmeit.
Lezárult a 2014-2015-ös NB1-es férfi kézilabda bajnokság alapszakasza. Az orosházi FKS Linamár együttese elérte a kitűzött célt, megőrizve egy pontos előnyét a Gyöngyössel szemben, 19 ponttal az ötödik helyet szerezte meg Vladan Jortovic legénysége. Ezzel az eredménnyel a felsőházban folytathatják a küzdelmeket. Az NB1-es pontvadászat felsőházának párosítása már elkészült, a mérkőzések időpontjai is körvonalazódtak. Az OFKS február 27-én pénteken este Veszprémben kezdi meg a küzdelmeket. Egy szegedi találkozó után a tervek szerint az első hazai mérkőzés március 11-én szerdán lesz a Balatonfüredi KSA ellen. Mindezek előtt edzőmeccsen lép pályára most csütörtökön csapatunk, 17 órától az Eötvös Csarnokban fogadják a Cegléd gárdáját. Keringő és búcsúdal, már a Tisza iskola végzősei is viselik a nagykorúságot jelző szalagot. Múlt pénteken az iskola 260 érettségi és szakvizsga előtt álló, hamarosan ballagó diákja kapta meg szalagját. Az iskola és a városvezetés, valamint a diáktársak is sok sikert kívántak a végzősöknek. A középiskolai diákévek végét, a felnőtt kor küszöbét és az összetartozást szimbolizálja a szalag, amelyet múlt pénteken a Tisza iskola végzősei is megkaptak. A Művelődési Központ színház termében 260 hamarosan ballagó diákot ünnepeltek az egybegyűltek. Sára Csaba önkormányzati képviselő, az intézményi tanács tagja köszöntötte a végzősöket, majd a 11. évfolyamosok kívántak kitartást és szerencsét diáktársaiknak az előttük álló feladatokhoz. Elsőként a város, illetve az intézményvezetők kapták meg a jelképes szalagot, majd a végzősöknek és osztályfőnökeiknek tűzték fel a szimbólumot. A ceremónia formális része után kezdődött csak igazán az ünneplés, tánccal mutatkoztak be a végzős osztályok. Nagyon jó érzés itt lenni, nagyon sokat készültünk, már év eleje óta táncolunk, próbálunk, nagyon élvezetes volt számomra. Az ünnepség után pohárköszöntőre hívták a már szalagot viselő tanulókat a ház emeleti bubik termébe. Az intézményvezetője sok sikert kívánt a diákoknak az előttük álló kihívásokhoz. Egy nagy lélegzetvételhez, időhöz jutnak még, mert innenestől kezdve keményen készülnek akár a szakmai vizsgákra, akár az érettségi vizsgákra. Ez már valaminek a végének a közelettét jelzi. A szalagavató ugyan még az önfelett ünneplésről szól, az együtt töltött évekre való emlékezésről. A diákok többségét viszont már a jövő kérdései foglalkoztatják. A következő pár hónapban a vizsgákra fogok gyakorolni, majd ezek után a jövőmet próbálom tervezni, megpróbálni valahol elhelyezkedni ezzel a szakmával. Az ünnepség és a pohárköszöntő után bált is rendeztek a végzősöknek. A Tisza iskolások szalagavatójából részletet a híradó után kommentár nélkül láthatnak. Költségvetésről és programokról is egyeztettek az orosházi roma nemzetiségi önkormányzat képviselői. A nemzetiségi testület február 12-én ülésezett. A Pacsirta utcai pártok házában együttműködési megállapodásokról is szó esett. Az idei évben is 1,2 millió forintos támogatást nyújt Orosháza város önkormányzata a roma nemzetiségi önkormányzat számára. A költségvetésről február 13-án döntött a város képviselőtestülete. Többek között erről is szó volt az RNÖ február 13-ai ülésén. A nemzetiségi képviselőtestület arról is beszámolt, hogy együttműködési megállapodást készül kötni Békés megye több roma nemzetiségi önkormányzatával. A cél az, hogy a kultúra és oktatás, illetve a hagyományápolás területén szerzett tapasztalatokat megosszák egymással, az érdekvédelem és érdekképviselet területén is együtt lépjenek fel, illetve közösen indulnának uniós pályázatokon is. A nemzetiségi önkormányzat képviselői emellett módosították az RNÖ költségvetését, illetve az is kiderült, hogy több programot terveznek a következő időszakban. Ezek egyike a február 19-i farsang, illetve két időpont is felmerült az idei roma bállal kapcsolatban. A források függvényében legkorábban március 6-án tarthatják meg a rendezvényt, legkésőbb május közepén. A tavaszi szezon első hazai mérkőzését játszotta az ONKC szombat este. NB1-s női kézilabda csapatunk a feljutásra pályázó Vasast fogadta, akikkel szemben hullámzó játékkal 3 gólos vereséget szenvedtek. A bajnoki tabella második helyezettjét fogadta női kézilabda csapatunk a tavaszi szezon első hazai mérkőzésén. A lányok az elején nem is okoztak csalódást, egyáltalán nem feltett kézzel léptek a pályára. Kevés gól volt, jól működtek a védelmek, és a kapus teljesítmény is kiváló volt mindkét oldalon.
A 12. percben szereztük meg először a vezetést. Kevéssel túl a félidő felén úgy tűnt sikerül meglepnünk a fővárosi alakulatot. A 17. percben 7-4-re vezetett az orosházi gárda. Varga Márta az ellenfél edzőjekkor időt kért, ami hatott, hamar zárkózott, és a vezetést is újra átvette az angyalföldi csapat. Lehetőség volt az egyenlítésre, de egy gólos hátránnyal mentek születre az orosházi lányok. Kicsit pontosabban játszottunk volna, és akkor megvan az első fél idő teljes mértékben a védekezésünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen jól összeállt. Természetesen van mit javítani, ugye a posztokon új játékosok vannak egymás mellett, még meg is kell, hogy szokják egymást. A második fél időben az öltözőben maradt a hazai csapat, és a sok technikai hibából, eladott labdából a Vasas azonnal gyors indításokkal büntetett. Ebben oroszlán részt vállalt az egykori orosházi szélső Rózsa Veronika. A gyors góloktól megzavarodott az addig acélosan működő hazai védelem, így az ellenfél szinte tetszés szerint lőtte góljait. Már 8 gólos volt a vendégvezetés. A hajrában a junior játékosokat is pályára küldte Bárány Zsolt edző, és a Molnár, Balogh, Szűcs, Dancsó, Mikó, Antal összeállítású csapat újra elkezdett kézilabdázni. A mérkőzés végére kicsit könnyebben bevő Vasas ellen sikerült felzárkóznunk. Sajnos csak -3-ig tudtunk felkapaszkodni, a vendégek pedig megérdemelten győztek. A lányok szünetben azt kértem, hogy próbáljanak még jobban feloldódni, még aktívabban, még agresszívabban próbáljanak rámenni az ellenfélnek a falára, és sajnos elmaradt. Még meg kell nézni ennek az okát, hogy miért történt. A 3-1-nél a 3 egymást követő 2 percünk egy picit elbizonytalanította a csapatot. A fél időben azt kértem meg időkérésnél is, hogy nyugi, rendezzék a sorokat, semmi gond nincs, leszünk még emberhátrányban, lesz még ugyanilyen periódus a második fél időben. Azt meg is csinálták a második fél első periódusában, amit megbeszéltünk. Oxo Energy ONKC, Vasas SC, 26-29. Online és offline személyiség, az úgynevezett Z és alfa generáció, a mai tinédzserek és az internet jelentősége a mindennapjaikban. Tari Anna Mária pszichológus beszélgetett a közelmúltban az érintett református iskolásokkal, és válaszolt kérdéseinkre is. A közelmúltban érdeklődő aktív diákok fogadták Tari Anna Mária pszichológus-pszichoterapeuta előadását a művelődési központban. A református iskola 10-14 évesei voltak a közönség. Az előadó nagyon rutinosan, közvetlenül, interaktívan vezette végig őket az előadáson, amely róluk szólt, ezért érdekelte őket. A szakirodalom besorolása alapján ők a digitális generáció, nevezetesen az Alfa 2005 után született, és a Z generáció, akik 1995 után születtek. Ők azok, akik bárhová mennek, első kérdésük, van-e wifi. Téma volt a selfie, a túl sok selfie, az online és offline személyiség, és annak problémája, hogyha az online szépre sminkelt lány az offline ajtón kilépve nem kap lájkokat a valóságban, mit kezd a helyzettel? Magyarország e tekintetben egyébként most halad a csúcsok felé Amerikában, mert már nem annyira erős ez a fajta kettős beszéd, kettős mérce, tehát hogy teljesen más vagyok az online térben, mint az offline-ban, tehát mondjuk nem használják ki közösségi média felületeken ezt a lehetőséget, viszont legalábbis ez egy tavaly évvégi adat, hogy a magyarországi diákságnál még most csúcsol az, hogy de, ha mindent megteszek a népszerűségért, azt mondok, amit kell, megfelelek az online csoport normának. Nyilván ez egy elég veszélyes helyzet. A szakemberrel készült teljes interjút megtekinthetik a Híradó után kommentár nélkül című rovatunkban. Díjat alapított a Városi Könyvtár a tavaly elhunyt Józsa Mihály emlékére. A már hagyományos Jus Zsigmond vers és prózamondó versenynek évek óta állandó zsűri elnöke volt az orosházi származású előadó művész. A frissen alapított Józsa Mihály emlékdíjat a versenyző diákok szavazatai alapján adták ki hétfőn. Két megye 11 iskolájának 33 diákja mérettette meg magát hétfő délelőtt orosházán. A Városi Könyvtárban évek óta hagyomány, hogy február 16-án az intézmény névadójának születésnapján Jus Zsigmond vers és prózamondó versenyt rendeznek. Ez a 15. Jus Zsigmond vers és prózamondó verseny. 2001-ben indítottuk a versenyt ugye azzal a szándékkal, hogy valamilyen módon megemlékezzünk évről évre a könyvtár névadójáról, Jus Zsigmondról. A versenyen összesen 33 középiskolás adta elő választott irodalmi alkotását a háromtagú zsűri és a szavalótársak előtt. A bírák sorából a korábbi években sosem hiányzott Józsa Mihály. Az orosházi származású előadó művész tavaly elhunyt. Emlékére díjat alapított a könyvtár. Sajnos
az állandó, mondhatom azt, hogy állandó zsűritagunk Józsa Mihály tavaly még itt tudott lenni, idén már nincs, nem lehet közöttünk, és az ő emlékére alapítottunk egy külön díjat, a Józsa Mihály emlékdíjat. Az elismerést minden évben a versenyző diáktársak által legjobbnak ítélt szavaló kapja majd, tehát a résztvevőkre lesz bízva az emlékdíjnak a sorsa. A verseny eredményei az Orosz Cafén olvashatók. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Fehérbornak, rozénak új termék az öblös üveggyárból. Főleg belföldiek nőtt a turistaforgalom Orosházán. A Felsőházban, Veszprémben indítja a rájátszást az OFKS-e. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Kommentár nélkül című műsorunk következik. Tévézzenek velünk a folytatásban is. Viszontlátásra!